durva mínuszok ugyan nem voltak, de így is jelentős károkat okoztak a csonthéjasoknál, főleg a kajsz és őszi barack ültetvényekben az április elejé fagyok, derült ki a Nemzeti Agrárkamara körképéből. Az ország több pontjával ellentétben a megyét megkímélte a csapás nem úgy, mint tavaly, amikor a teljes hazai gyümölcstermés nagy részét tönkretették, a március elejétől május közepéig pusztító fagyok. A virágzás előtti állapotban nagyon jók a kilátások, ehhez hozzásegít az is, hogy a tavalyi évben éppen ez a megye fagyott el gyümölcs szempontjából, és a termés kötődések, berakódások talán még túlzottra is sikerültek, úgyhogy most a metszéssel lehetett a fáknak a formáját alakítani, mert voltak termőrügyek, hál' Istennek még ezek ott vannak a fán, és aggódva várjuk az időjárás jelentéseket, hogy nehogy valami probléma legyen. Utalt ezzel arra, hogy reményeik szerint nem tér vissza húzamosabb időre a fagyos idő. A szakember az őszi kalászosokra is kitért, mint mondta, ezek jól tereltek. A későn vetetteknél a csapadék ugyan okozott néhol gondot, nám ahogy egyre alacsonyabb lett a vízszint, úgy ezek a problémák mérséklődtek vagy meg is szűntek. Az őszi kalászosokat úgy tűnik, hogy a fejtrágyázáson túl voltunk, egy kis csapadék is megérkezett, itt vetés előtt vagyunk, itt a napraforgónak a kukorica vetési időszakában vagyunk. Minden itt a járásokból azt kaptuk, hogy egy 20 mm körüli csapadék hullott, ami nagyon kedvező helyzetet teremt ahhoz, hogy a vetőmagoknak jó talajt készítsünk elő, és nedves földbe tegyük el a magvakat. A megyei elnök hozzátette, bizakodóak az idei termés kilátásokat illetően.